Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit 2021 első videójában is, ugyanúgy, mint tavaly, ma is Minecraft Hardcore nyomunk, kérem szépen, az év első videójában. Tartottam egy kis szünetet, így saját magamnak, nagyon jól esett, feltöltöttem energiával, és igazából nyomjuk, srácok, nagyon remélem, hogy mindenkinek jól telt a szilveszter, és jól éreztétek magatokat, valamint, hogy jól indult nektek a 2021. Szóval egyből csapatjuk a dolgokat, és amint a címből is látjátok, ma egy teljesen automata vasfarmot fogunk építeni, hiszen az egy nagyon jó farm, amit a játékban meg lehet csinálni. Talán az egyik legjobb az Enderman XP farm után. Azért videoszkelet, azért vannak nagyon jó farmok, maradjunk ennyiben, de a lényeg az, hogy szerintem zseniális ez a farm, én nagyon szeretem legalábbis. Oké, megpróbálom összeszedni nagyjából, hogy mik fognak kelleni. Begyűjtöm mondjuk az összes cuccot egy shulker boxba, és aztán csináljuk is. Na szóval úgy nézem, hogy nagyjából minden megvan ehhez a farmhoz, ami nekünk kell, kivéve egy nameteget, szóval mindenképpen szükségünk lesz egy olyanra, viszont azt hát keresni, hát megmondom őszintén, egy kicsit necces, megoldható nyilván, csak hát nincs sok esélyre, amúgy lesz bőven valósíjunk, szóval emiatt aggódnunk nem kell majd, ez fix. De egy kicsit gyorsabb és talán kifinomultabb biztosan módszer az, hogy felfejleszteni egy librarient teljesen a master szintre talán. És akkor akkor ő elvileg fog nekünk adni témáját. Hát most megnézem, hogy azt mondja, hogy egy könyvér ad egy emeraldot. Szóval szerintem ez egy eléggé jó deal. Na mindegy, srácok, én amíg ezt csinálom, addig elmondanám nektek, hogy olyan fantasztikus lehetőségeitek vannak, mint például lehettek csatornatagok a csatornán, mint például a legutóbb nem volt más, mint Turi Eszter volt, aki legutóbb csatornatag lett. Ha szeretnéd követni a példáját, akkor nyugodtan nyom meg azt a gombot, köszönöm szépen, hogyha támogatod ezzel a csatornát. Vannak már nagyon menő emojiaink, igaz, hogy még nem olyan sok, 3, de lesz még, attól nem kell félni. Bum, csináltunk még 21 könyvet. Csináltok még, ez igaz, de nem akarok összesen, mert hát azért van párna. Párna. Szóval nézzük meg, hogy meddig tudjuk így ezzel felvinni. Mindenképpen sikerült szintet lépni. Ez szuper. Nézzük meg, hogy mik az új dolgok, amiket lehet vele trédelni. Hát kaphatunk emeraldér üveget, vagy pedig egy darab inkszekér emeraldot, az is egy eléggé jó dealnek tűnik nekem, de még továbbra is eléggé jól adja az experience pontot a könyvekért, szóval ez tök jó, expert szín, na ez már nagyon közel van, kérem szépen, még továbbra is tök jó árban van. Akkor vegyünk egy órát, vegyünk egy kompeszt, vegyünk még egy órát, ezeket lehet stokkolni, tökéletes. És szerintem elértünk a master szintre, ugye? Így is van, és ott kell lennie alul, bizony ott van 8 emeraldérod. Szóval hát most egyelőre egyet veszek. Jó lenne, ha most restockolnál, és akkor tudnék még gyorsan emeraldot. Ez restock volt? Nem, ez sajnos nem restock volt. Tudnék még akkor emeraldot szerezni tőled könyvér. Jó van, egyefene, akkor viszek még emeraldot, és kiveszek annyi nemteget, amennyit most jelenleg tudok, hiszen nemtegek úgyis a jövőben is kelleni fognak különböző farmokhoz, valamint hogyha el akarunk nevezni bármit vagy bárkit, amúgy persze pont restockolt, akkor már kiveszem, nagyon jó, illetve akkor veszem ezeket is. Szuper, van 9 name tagünk. Így kell esélyelni, srácok. Azt a falusit behozhatnám ide valahol a házamba. Mondjuk itt csinálni egy járatot mondjuk arra vagy arra, és akkor itt egy ilyen nagyobb tér lenne, és ott minden falusi minden merre, és ott mindig tudok velük trédelni, hogyha éppen kellene valami, hogy ismi. Amúgy igen, ez a pince még nincsen kész. Kaptam nagyon sok jó tippet tőletek, srácok, kommentben az előző videók alatt, hogy ti hogy látjátok, hogy miket kéne itt javítanunk ahhoz, hogy szebb legyen a kinézet. Meglátjuk majd, meglátjuk. Mindenképpen most nem ezzel foglalkozunk a mai videóban. A mai videóban bizonyám a farmot építünk. Mi legyen a neve? A zombinknak legyen az a neve, hogy bajusz. Csak azért, mert tudom, hogy páran ki fogjátok nevetni a bajszomat. De nekem bejön, rohadjak meg. Na, és hogyha minden igaz, akkor megvan minden.
Szóval szépen ezt viszem magammal, ezt be kéne színeznem, mert nagyon nem tetszik nekem, megmondom a frankót srácok, hogy ilyen csúnya lilás ez a shulker box. Sokkal jobban szeretem, ha bármilyen más színű. Nagyon jó. És az előző részben szerintem már mutattam nektek, hogy bizony ide szeretném megcsinálni ezt az automata vasfarmot. Egy kicsit más, hogy működik, mint az előző farmok, amiket építettem, de egyáltalán nem teljesen más koncepcióval, csak ez nem az égben van, nem 6 falu siker, csak 3, meg itt, igen, itt lesz a földön, és gyakorlatilag bele fognak sétálni a gólemek a csapdába. Szerintem csináljuk mondjuk valahol itt. Ez így nagyjából így közép, nem? Kicsit még errébb mondjuk itt. És ismételten Shulkercraftnak a videója alapján csinálom, szóval hogyha valakit érdekel, nyugodtan csekkolja, a leírásban benne van. És először is nekünk kell egy 9x9-es lyuki, szóval mindegyik irányba közepétől 4-et kell elmenni, és az bizony egy 9x9-es alapot fog nekünk kiadni. Aztán gyakorlatilag meg lehet csinálni, vagy hát megjelölhetjük a közepét, egy 3x3-as lyukba fog majd leesni a mi csodálatos kis Iron Golemünk, és kellni fog nekünk a 8 darab fence gate, amiket szépen szentimentálisan lehelyezünk. Azt mondja, hogy oda, 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 és csak a középső blokkra nem kell rakni. Kinyitjuk őket, és a sarkokba akár már most lehelyezhetjük a vizeket. Ehhez csinálunk egy végtelen vízforrás, gyorsan kettő vödör segítségével. Nagyon jó, tökéletes, mindjárt kész vagyunk. És akkor most itt a közepén leteszünk 1, 2, 3 blokkot, erre jön csodálatosan a komposzter, erre jön egy... inkább úgy csinálom, hogy oldalra kijövök egyel, igen, és itt kettő blokkkal feljebb jövünk, és itt felülre teszünk egy trapdoort. Jaj, 1, 2, 3, 4-et kijövünk, és akkor most kellenének nekem az ágyak. Letesszük mondjuk a sárgát így ide, fehéreket pedig mellé. Bam. Jó, tehát eddig így nézünk ki. Az, hogy melyik irányba megyünk ki oldalra az ágyakkal, az gyakorlatilag teljesen lényegtelen. Következő lépésnek ide leteszünk egy ideiglenes blokkot, és 3 üveget ráteszünk, valamint teszünk ide még egyet, és utána 2-t még befelé. Így bizony. Teszünk ide is, illetve ide is egy temporary blokkot. Ezek alsó szlebek követik, és erre pedig egy, hát még egy alsó szlep, csak egy blokkal feljebb. És akkor ide kell hoznunk 3 falusit, bizonyám, és akkor azok már ott tök jó helyen is lesznek, középre egy zombit, és utána már csak alulra kell megcsinálni gyakorlatilag a killing chambert. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy azt előre kéne megcsinálni, és akkor nincsen baj. Ja, megcsinálom előre a killing chambert, ahol meg fogjuk majd ölni az Iron Golemeket. Egy 17 blokk mélyre kell gyakorlatilag lemenni, tehát ugye ez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szuper! Hát ezt ne feltétlenül így jássatok magatok alatt, ugye ez gyakorlatilag az első számú szabálya a Minecraftban, de nekem már van Totem of Undyingom, valamint én olyan prő vagyok, hogy tök mindegynek. Bám, bám, és gyakorlatilag elkészültünk. Azért leellenőrzöm, hogy tényleg 17 blokk mély-e, ugye akkor itt állok 66-on, akkor hogyha minden igaz, 49-en kéne állnom ott lent. Ki fog derülni, így is van, tökéletes. Választunk egy oldalt, én mondjuk ezt, és szépen nem hoztam magammal a hoppert, no, meg a táblát, meg a lávát, jó, semmit nem hoztam magammal, szuper. Szóval most fog nekünk kelleni egy vödör láva, oxynok, hopperek, illetve chestek, nagyon jó, és mindjárt lemegy a nap, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy zombit fogom először behozni, mert én megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért a falusikat hozza először Shulker, Mr. Shulker, na mindegy, leteszünk ide 2 táblát, utána pedig egy blokkkal feljebb, mindenhol középre. És gyakorlatilag ezzel elkészültünk, hogyha minden igaz. Kell egy víz is, azt elfelejtettem hozni sajnos. Letesszük a vizet oda,
és a láva bucketet pedig szépen lehelyezzük, a fel tudok ugrani erre a szányra, és hogyha minden igaz, nem folyik el sehova. Így van, tökéletes, nagyon jó. És akkor gyakorlatilag annyit kell csinálnunk, hogy ide levezetünk majd egy alagutat. Bam bam. Igen, ez a csodálatos chesthez. És hát elsősorban lehelyezünk ide egy dupla chestet, amit egy hopperrel belehelyezünk még egy dupla chestbe. Bim bim. Tökéletes. Szerintem így kell megcsinálni, bár most ezt nem néztem meg, de hogyha minden igaz, akkor jók vagyunk. Akkor jók vagyunk, ezt a blokkot majd kicserélem mondjuk fél blokkra, hogy ezt is ki tudjuk nyitni, vagy egy lépcsőre. Igazából lényegtelen, de azt hiszem így kell megcsinálni, és akkor ide kell majd csinálnunk egy lejáratot. Így van, tehát a hopperbe ugye belemennek a cuccok, ezen a chesten átfolyik, és az a chest pedig átadja ide. Tökéletes. Ezt a blokkot kell majd kicserélnünk. Megvan a lejáratunk, szuper. És akkor én megpróbálok egy zombit most belevinni, mert ugye, hogyha később próbálnám meg, az azért lenne nehezebb, mert akkor már beszpannolnának az Iron Golemek is. Vagy hogy kéne? Ide kéne felcsalogatnom egyet. Így. És akkor teszek mondjuk ide egy blokkot. És akkor kinyitom, beesik. Jó, valahogy így kéne, igen. Viszont mindenképpen itt oldalra ezt felépítjük, csak azért, mert így biztosabban bele fog esni oda, ahova neki kell. Igen, ezt egyelőre felveszem, és majd felugrok, és leteszem magam alá. Némteget előveszem, illetve a gombot is. Gyere, Pisti! Gyere utánam! Mutatok egy nagyon durva dolgot! Hopp! Ja, igen, ilyenkor kéne egy másik zombi, aki bele tudja lökni. Oh! Így is jó. Oké, már csak bele kéne esned a komposzterbe teljesen. Meg tudnád ezt nekem tenni, kérlek, Pisti? Hogyha szépen megkérlek. Megüssem még egyszer, hát ha beleesik, vagy nem tudom, mit csináljak, őszintén szólva. Hát most meg a másik oldalon van, szóval... Hát ez így nem lesz jó. Az a baj, egy tapottat sem akar mozdulni. Na, van kettő zombink, nagyon jó. Na, srácok, gyertek! Gyertek, gyertek kérlek szépen. Nagyon kevés időnk van, már mindjárt világosodni fog. Gyertek csak, és akkor hát megpróbáljunk még egyszer ezt a taktikát, csak... Az a helyzet, hogy most kinyitom, belelöki a másik. Nézd, úgy. És jó helyen van? Vagy megint a szélén van? Megint a szélén van, nem? Bizony, megint a szélén van. Na, esd bele te is? Oké, na most ketten vannak ott lenn. Az egyik... Nem akartok beleesni, srácok? Ne. Ez így nem jó, az fix. A kérdés az az, hogy így most elég neke, mert ugye hát... Hát egy szintben vannak a... Igen, elégnek. De csak az egyik. Csak az egyik ég. Ez égett, ugye? Ezt megöljük. Jó. Na, te, Pisti, valahogy, könyörgöm. Vánszorogj bele abba a dologba. Szevattok! Tudod, mit kéne megpróbálni? Vizet lerakok. És akkor egy kicsit így úszik valamerre. És... talán pont bele. Nem tudom, megpróbáljuk, várján, hova kifolyhat rossz helyre a víz? Igazából szerintem nem zavarna semmit, szóval próbáljuk meg. Na hát, erre mozgott, a másik irányba kéne mozogni. Várján, most úgy kéne akkor, hogy arra folyjon ki a víz. És figyelj, most bele fog menni, figyelj meg, olyan 200 IQ. Hát, nem egészen. Most próbáljunk meg, hogy ebbe az irányba egy kicsit. Oké, még egy picit. Talán így ebbe az irányba már jó, nem? Vagy még húzzam egy kicsit? Szerintem nem. Oké, és akkor már csak abba az irányba kéne egy picit elhúzni. És szerintem akkor jó lesz. Figyeld!
Ott van! Bam! Mondtam, srácok, ez elképesztő. Elképesztő, amit megyek. Elképesztő. Nagyon jó, ben van a helyén. Jó. Meg kell csinálni a tetejét, még mielőtt bármit csinálunk, mert akkor gond lesz. Fél blokkokból fogjuk a tetőt megcsinálni. Azt mondja, hogy 2 blokkkal feljebb jövünk, ráteszünk egy fél blokkot, és egy 7x8-as tetőt fogunk ezeknek lerakni. Ez így 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ezt megcsináljuk. És gyakorlatilag onnantól a zombink jól lesz, annyi, hogy egy regeneráló potit lehet dobnom kéne rá. De várjál, nem a zombi az, akinek pont fordítva hat a regeneráló poti? Igazából nagy baja nem történt, egy picit megégett, ez igaz, de igazából ennyi. Szóval annyira nem aggódok, hogyha mindent jól csináltunk, és még erre ráteszük ezt a gombot, csak azért, hogy ne spannoljon rá arra semmi, akkor benn van és nem tud kijönni. Így van, tökéletes. Szuper, tehát a zombi a helyén van, akkor a falusikat kell már csak idehozni. És onnantól kezdve 100%-os farmunk. Elképesztő. És igazából jó, egy picit hazudtam, mert nem egészen. Így a 20 blokkos környékét még ki kéne világítani. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Oké? Okay? És gyakorlatilag ezt a fákjázást minden irányba meg kell csinálni, illetve ezeket is össze kell kötni. Szóval ezt azért kell, hogy ne spannoljanak be ide a környékre olyan mobok, amik az Iron Golemeket megzavarhatnak és arra mennek rá, és nem a mi kis csali zombinkra. Szóval ezt azért kell megcsinálni, majd ezt mindjárt megcsinálom, de először hozzunk falusikat. Ez a 67-es magasság, azt kéne megnézni, hogy a falusiaink milyen magasságon vannak. Azt szerintem lejjebb lesz pár blokkal így megérzésre. Azt mondja, hogy 64-es igen. Hogy lehet a legegyszerűbb? Szerintem vigyük el őket egyenesen úgy a vízen át, odáig elviszük, és ott majd pisztonnal kiemeljük. Mit szóltok? Letesszük valóva ide ezt, és akkor valamelyik ki fog ide jönni. Gyere nyugodtan, csücsenj bele! A boltba! Ez az! És akkor vele már meg is tudunk indulni. Szépen itt átszabunk, és nem tudom meddig tudunk ott bemenni. Érdemes lehet erre? Szerintem érdemes lehet. Mert ez bejön. Ez nagyon jól bejön ideáig. Jaj, de tökélet. Jaj, de jó. Tökéletes. Nagyon tökéletes. Itt vagyunk gyakorlatilag, igen. És akkor ide kell nekünk lehelyezni pár darab pisztont, így. Azt mondja, hogy elvileg ott jó. Így van. Itt meg már eléggé magától értetődő, hogy hova kell lehelyezni a pisztonokat. Bum, meg is van ez a magasság, és akkor innen pedig minecarttal fogjuk majd feljebb vinni őket. Gyorsan itt alszok egyet. Ja, nem tudok, mert itt van ez a szemétláda. Akkor... hát vigyázz magadra, amíg elrepülök, meg visszajövök. Csak nem támadják meg addig a zombik, nem? Hát ez a pár másodperc nagyon izgalmas. Bízok benne, hogy megúszza. Jó, és akkor már repülünk is vissza. Pistit nem támadta meg senki, de nem ám, csak egy disznó. Hát szinte elhasználtam az összes vasamat, de gondolj sem, mert hát... izére használtuk el, automata vasfarmra, szóval elég hamar meg fog térülni, van egy ilyen érzésem. Na gyere Pisti, bemegyünk ide. Oké, okay. Tökéletes helyen vagyunk, ezt bezárom, hogy véletlenül se szaradjon ki. Esél ki, és bum. Na. Jó, egy picit megijedtem, hogy ki fog szaladni, de hála Istennek azért csak beleült ebbe a minecartba. Beletoljuk a helyére. Hoppácska, tökéletes, itt vigyázzunk, hogyha nem akarjuk megütni, megnyomjuk az F3 B-t, és ugye a hitboxán kívül ütjük meg az emberünket, vagy hát nem az emberünket, hanem a minecartot, akkor nem fogjuk bántani. Szuper! Na, ezt kell még megcsinálnunk kétszer. És hogyha minden jól megy, akkor az elkövetkezendő pár másodpercben már be is spawnolhat ide egy Iron Golem. Csak azért, mert már itt vannak hárman, és ugye
félnek a zombitól, látják a zombit, teljesen be vannak rezelve, és ez az a mechanika, ami gyakorlatilag az Iron Golemet bespawnolja. És bent van az utolsó és a helyén, éppen rajta áll egy másiknak a fején, egy picit megijedtem, de csak megtalálja majd az ágyikóját, hogyha minden igaz. Ezt a követ innen lebonthatjuk, és meg is volt az első páciensünk, aki leesett a csapdánkba. És véletlen vizet engedtem a lávára, szóval ott most obszidián van. Szóval ez a csapda most nem igazán jó, túl jó csapda. De hozok egy vödör lávát, és akkor jó lesz. Ó, hát van itt egy lávató egyből a farmunk mellett, hát ez tökéletes helyen van, kérem szépen számunkra. Hát már kettő is van len, szóval itt kicsit óvatosnak kell lennünk, nem feltétlenül akartam arra ráesni. Ezt is szétszedjük, és hát nagyon óvatosan akartam, hogy véletlenül se üssem meg ezeket a szép embereket. És hát valahogyan rá kéne tennem a vödör lávát. Hol a vödör lávám? Eltűnt. Hello, nyugi, mindjárt lerakom nektek a lávát, aztán meg tudtok halni békésen, csak igen, egy kicsit bénázok. Oh, tökéletes, nagyon jó. És szerintem leérek odáig, nem érek le odáig, akkor egyen lejjebb jövünk, és akkor most. Tökéletes. Na szóval, hogyha minden igaz, akkor tényleg végleg elkészültünk ezzel. Ezt a lépcsőt majd nyilván meg fogom csinálni, szerintem videón kívül megcsinálom ezt a lépcsőt, ilyen szép kis levezetős dolgot. Amint még mindenképp meg kell csinálnom, az a fáklyázás, szóval ezen amondó vagyok, hogy essünk túl. És az utolsó fáklya is a helyére került, srácok, lányok, így a 20 blokkos környezete gyakorlatilag ki van világítva minden irányba ennek a farmnak, így elég valószínű, hogy nem fogja semmilyen olyan mob megzavarni a mi kis Iron Golemjeinket, amik befolyásolnák ezt a farmot, tehát gyakorlatilag elkészültünk. Most van az, hogy 100% kivéve a lejáró. És a fáklyázás alatt már annyi vas kijött, hogy hihetetlen, nagyon jól működik. Ajánlom mindenki figyelmébe. Jaj, zenefüleimnek. Srácok, hogyha tetszett ez a mai videó, mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Én megcsinálom videón kívül ezt a lejáratot, illetve talán a házamból is furok ide egy alagutat. Talán az még menőn nézne ki. Írjátok meg, hogy ti mit szeretnétek látni a következő részben, mit csináljunk a 15. részben, ami elég valószínű, hogy élőadás lesz, majd nyilván időben szólok, és ha tetszett, lájkoljátok, találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam, sziasztok!